Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. Az ánk, az élet keresztje, a cikket felolvassa Száraz György, spirituális tanító. Mindenki ismeri, sokan mégsem igazán tudják, mit is jelent pontosan ez a bizonyította létező és évezredeken keresztül használt szimbólum, melynek módosított változatát egy világvallás közel 2 évezrede használja, sajátos jelentést kölcsönözve neki. Ám az eredeti kereszt, az élet keresztje messze megelőzi Jézus Krisztus mártíromságát, sőt, ami azt illeti, Jézus mágikus oktatása során pontosan ismerte az eredeti jelentését. A szóban forgó kereszt az egyiptomi kereszt, vagy crux ansata, fogantyús kereszt, melynek a hurok részét a mai napig is láthatjuk a Krisztus születése előtti egyiptomi templomok domborművein, egyebek mellett istenek és istennők kezében. De vajon miért fogták az egyik vagy mindkettő kezükben az istenek az élet keresztjét? Azért, mert az ókori egyiptomi vallás, a napvallás egyik ága, ezt a hieroglif jelet választotta az élet szimbólumának. Jól lehet, az egyiptológusok között nincs konszenzus a tekintetben, hogy honnan ered a jel, amúgy Atlantisból, mégis tagadhatatlan jelentése az életrekeltés, a megelevenítés, a feltámasztás, a sarjadás, a növekedés, a megtermékenyítés, a halál felett aratott győzelem, az isteni tudás. Egy szóval az élet teljességének adására, adományozására és átruházására utal a szó biológiai értelmétől kezdve a metafizikai tartalomig. Az ánk kereszt összetettsége miatt van igazság abban, amikor a különféle testrészekkel hasonlítják össze a csepp és a pálca részét. Kétségtelen az is, hogy a szertartási öltözéken is használták Ízisz csomójaként, ami Ízisz istennővel való kapcsolatára utal. Szemmel látható, hogy az élet keresztje a mindenkori nap felkeltét is magába foglalja, vagyis magában kódolja a felkelő napot a horizonton, amint sugaraival aranyhidat teremt a szemlélő és az isteni atya a napisten közé. De Ízisz és Ozirisz egyesülése, a kereszt és a befogadó női principium is könnyen leolvasható róla. Mivel az ánk nem véletlenül emlékeztet egy kulcsra, ezért a szimbólum a halhatatlansággal is összefonódik. Ez esetben az isteni tudást jeleníti meg, amely képes megnyitni a felső világok kapuit. E tudás beavatottak számára férhető hozzá a misztériumok mély átélése által, tehát nem elég a puszta megismerésük. Innen nézve még sokszínűbb az ánk jelentése. Az istenek képesek kiválasztottjaikat feltölteni olyan energiákkal és felvértezni olyan tudással, amelynek birtokában ők még a halál felett is győzelmet arathatnak. Meggyőződésem szerint Jézus is ezt tette. Nem véletlen, hogy az egyiptomiak a koporsót, illetve a szarkofágot egyebek mellett az élet urának is nevezték. Tehát az egyiptomi közember is hitt, lelkei vagy lélekrészei halál utáni tovább élésében. Az pedig senki számára nem lehet kétséges, hogy Ozirisz misztériuma és maga a mumifikálás a feltámasztás folyamatait hivatott szolgálni. Ne feledjük, hogy éppen Ízisz istennő varázsolta vagy hozta vissza a túlvilágról Ozirisz lelkét. A mumifikálás során pedig a rítusok és temetkezési tárgyak egy része éppen az idő és az anyag halálát okozó erőinek a legyőzését szolgálták. Hadd utaljak itt a szájmegnyitás rítusára. Erről egyébként a boldonapot.hu oldalon olvashatsz is bővebben. Gyakran amuletként viselték az ánk keresztet, mivel energiával feltöltve védő és erősítő, sőt gyógyító hatásokat is közvetített. Az egyiptomi zarándoklataink alkalmával rendszeresen megmutatjuk, hogy még a mai napig is micsoda szentséges erőket tudnak árasztani magukból ezek a jelképek. A fáraók isteni beavatásait ábrázoló rítusok nem pusztán elbeszélések és szobrászati műalkotások, hanem az élő spirituális erők kőbevésett és jelenkorunkban is működő forrásai, melyeken keresztül átjárhatók az egymásba ágyazódó világok. Összességében
az élet keresztje, magában, önmagában egy misztérium. Nem véletlen, hogy a 21. században is oly népszerű, és sokan választják logójuk részének, vagy tetováltatják magukra, illetve viselik medálként vagy gyűrűként. Ha így teszünk, akkor javaslom, hogy a legteljesebb hatás kedvéért vegyük figyelembe, hogy pontosan melyik testtájra és aura részre helyezzük az életkeresztjét. Továbbá előzőleg fontoljuk meg, hogy milyen hatásait szeretnénk felhasználni. Rendszeresen tisztítsuk, és töltsük fel szent eszközeinkkel, ékszereinket, tárgyainkat, nemes erőkkel, hogy azok még nagyobb támogatással szolgálhassanak minket. Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!